Sziasztok, kedves barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok, és a mai villámtanítás a személyiségi típusokról fog szólni. Itt van a kezemben egy remek könyv, a mindennapi kommunikáció és viselkedés titka, a DISC. Nagyon-nagyon ajánlom, olvasd el! Még mielőtt belecsopnánk a lecsóba, engedd meg, hogy felvázoljam azt, hogy valahol mindannyian egy tőről származunk. De ha nagyon-nagyon szét akarnánk boncolni, akkor négy szegmensben, négy csoportra tudnánk szeletelni, és mégpedig elgondolkoztál azon, hogy miért van az, hogy bizonyos emberekkel nagyon-nagyon jól kijössz, egy hullámhosszon tudsz lenni, másokkal viszont kicsit frusztrált vagy, kicsit távolságtartó. Vajon miért lehet ez? Szélsőséges esetekben lehet akár az is, hogy bizonyos emberek irritálnak és kiverik nálad a biztosítékot. De ahhoz, hogy jobban megértsed, szükséged van arra, hogy beleláss őnekik a személyiség típusaiba. Most kérlek, ne ragadj le részleteknél, mert nagyon-nagyon ki fogom sarkítani ezt a négy típust. Az első a domináns. Képzelj el egy vállalatvezetőt, akinek az a legfontosabb, hogyan jut el A-ból B-be. Vagy akár egy foci csapatnak a kapitányát, aki megmondja az irányt, erre megyünk fiúk, és megcsináljuk. Na, ő az a domináns típus. A második a befolyásoló. Ő nagyon-nagyon szeret csiripelni, nagyon-nagyon szeret csiripelni, emberek között érzi jól magát, igazi humán beállítottságú. A harmadik a kitartó. Ő az az emberke, akik picit lassú, nyugodt tempójú, de viszont hihetetlen lojális, odafigyelő, és hihetetlenül kitartóan végzi a munkáját. Nagyon nagy a tolerancia benne. A negyedik a szabálytisztelő. Ő logika és tények alapján dönt. Nagyon-nagyon aprólékos, mindent figyelt, sarokról sarokra alak, nagyon precíz, de viszont nagyon kritikus magával és másokkal is szemben. Ez a négy alaptípus. A domináns és a befolyásoló, ők a kifelé fordulóak, a extrovertáltak. A kitartó és a szabálytisztelő, ők a befelé introvertált típusok. Nincs jó vagy rossz típus, kérlek, érts meg, nincs jó vagy rossz típus. De így sokkal könnyebben fogsz tudni kommunikálni a másikkal, mikor megérted, mi húzódik a színfalak mögött. Valójában ő miért ilyen, amilyen. És el tudod fogadni, és sokkal másképp fogsz közelíteni hozzájuk. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy a társadalomban így sokkal jobban tudunk boldogulni egymás mellett, mert nem ez a fő cél. Ha milyen megértést szeretnél ezzel kapcsolatban, május 11-én Dunaszerdahelyen a Hotel Termában gyakorlati útmutatót mutatok neked, hogy milyen megértést kapjál ezzel kapcsolatban. Jobban tud átélni ezeket a típusokat, és magadra is fogsz ismerni. Garantálom. Ha tetszett a videó, kérlek küldd tovább. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket. Namaste.